Köszöntöm nézőinket, Önök Bonyhádi Napló című műsorunkat látják. Tartsanak velünk! Perccel díj! A március 15-i emlékműsor alkalmával adták át a Szabadságharc honvédtábornokáról elnevezett kitüntetést. Föl-fölvitézek, ezzel az elnevezéssel szervezett családi programot a Művelődési Központ. 32. országos táncművészeti fesztivál, 3 első, 1 második és 1 harmadik helyezés a mérlege a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek. 21. alkalommal rendeztek amatőr teremlabdarúgó tornát, a megmérettetésre 16 csapat jelentkezett. Hatalmas megtiszteltetés érte Bonyhád városát, történelmi emlékhely lett a Perccel kúria. Bonyhád a percelek városa, így március 15-én az 1848-49-es szabadságharc honvédtábornokáról, Perccel Mórról is megemlékeztek a városi ünnepség alkalmával, ahol a hagyományoknak megfelelően a testvértelepülés Tardoskett polgármestere mondta a megemlékező beszédet. Ezt követően derült fény az idei Perccel díjas személyére. A 175 évvel ezelőtti forradalom hősei előtt tisztelettek Bonyhádon is, ahol a város művelődési házában a szlovák testvértelepülés polgármestere hangsúlyozta, a nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. 1848. március 15-én felemelte szavát a nemzet, és a korhatrend kártyavárként összeomlott. A politikusok, hadvezérek, a hétköznapi bakák egy nemzetként léptek fel. A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta az a tény, hogy a nagy dolgokra képesek, amennyiben összefognak. Az önök hazája Magyarország, közvetlen pátriájuk pedig Bonyhád. Az itt élő emberek számára épp oly fontos volt az évszázadok során a függetlenség és a szabadság kiharcolása, ahogy valamennyi honfitársunknak a Kárpát-medencében. Amikor feltűzzük a kokárdát, akkor ezt büszkeséggel tesszük. Nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra, hazaszeretetünkre és azokra az őseinkre, akik szembe mertek szállni az elnyomó rendszerrel, akkor is ott, abban a reménytelennek tűnő helyzetben. Van mit tanulnunk, és van mit átadnunk az utánunk jövőknek, a fiatalabbaknak. Tisztelt ünneplő közönség! Múlton nyugszik a jelen, és azon a jövendő, mondta Széchenyi. Egységesen és meghatározó erővel csak egy nemzet léphet fel. Nemzetté pedig a közös hazaszeretetével válunk. Ha mindannyian, akik itt ünnepelünk közösen, egyformán és egységesen szeretjük ezt az országot, országrészt, benne a saját falunkat, városunkat, az erdőket, mezőket, földeket, és még sorolhatnám, hegyeket megmozgató erővel bírna az összefogásunk. Közös a haza és a nemzet, amelyhez tartozunk. Ebben rejlik a mi erőnk, hazánk, nemzetünk ereje. És ebből fakad a hazaszeretetünk is. Ha a jelent a múltból fakadó tudással éljük, nem kell félnünk a jövőtől. Erre tanít minket Széchenyi István, és erre tanít minket az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe. 2023. március 15-ét írunk. A világ népe háborog. A szomszédságban itthon és túl háború zajlik. Az emberiség nem tanult a hibájából. A gyarlók előtérbe kerülnek, és a történelem újra írja önmagát. Újra háborúról és békéről, a haza üdvéről és a fenyegető veszélyekről kell beszélni. Mióta az eszünket tudjuk, mióta létezik közös magyar nemzeti emlékezet, a magyarok mindig ugyanazt akarták, hogy a Kárpát-medencében legyen béke, legyen szabadság, legyen egyetértés. A nemzeti ünnep alkalmával adták át a Perccel díjat, amelyet több évtizedes lelkészi szolgálata és Bonyhád életében vállalt közéleti tevékenysége elismeréseként a város képviselőtestülete Aradi András evangélikus esperesnek adományozott, akit egy dolog hajt nap mint nap. Engem mindenképpen az a hivatás, amelyre az Úristen hívott el, és azt gondolom, hogy enélkül, a hivatás nélkül nehéz is lenne ezt a
feladatot elvégezni. Másfél évtizede élek itt Bonyhádon, és Bonyhád legmagasabb díját kapom meg. Az biztos, hogy ebben a másfél évtizedben igyekeztem magam és családommal is beilleszkedni ebbe a közösségbe, és hát mindenképpen megható, hogy ez a közösség most elismeri azt, amit idáig sikerült elérni. Bonyhád Talentum díját az a 12 és 20 év közötti fiatal kaphatja, aki kiemelkedő eredményt ért el valamely területen. Az idei évben a 7 felterjesztett közül 3-an vehették át ezt az elismerő címet. A Völcségi Tehetséggondozó Egyesület elnöke Somogyi János elmondta, éremmel, díszoklevéllel és pénzjutalommal jár a díj. Tuba Őrs volt az első, akit színpadra szólítottak. A zene és tánc irányában már ovis korában elköteleződött, a népi hegedű mellett számos hangszeren zenél. Őt követte a tanulásban mindig kiválóan teljesítő Köhler Eliza, aki már 100-nál több oklevéllel, éremmel büszkélkedhet. Az ovis kora óta karatézó Nyitrai Noel volt a 3. díjazott, aki az országos diákolimpián elért első helyére a legbüszkébb. A március 15-i megemlékezésre Tavaszi szél címmel állított össze egy műsort a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és AMI. A Völcség Néptánc Együttes és Kórus a táncok mellé katonadalokkal készült a városi megemlékezésre. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepséget a Kálvária dombon zárták Bonyhádon. Nagyon régi és szép hagyományai vannak a városnak ezen a napon, hiszen van is mit ünnepelnünk, van is mire emlékeznünk, és van is hol, hiszen városunk szülötte Pence Mór honvédtábornok, aki részese volt a szabadságharcnak, ezért mi egy picit talán mindig másképp tekintünk erre a nemzeti ünnepünkre, de általában én úgy gondolom, hogy a magyar emberek szívébe a nemzeti ünnepek között a márciusi forradalmak és szabadságharcoknak az ünnepe az van talán a legközelebb hozzánk, érzelmileg mindenképpen, bár 175 év telt el azóta. Ami számomra a mai napon igazán felemelő volt, hogy ilyen sokan együtt emlékeztünk, teltház volt már a templomban, és azt követően a művelődési központban is, és minden része, nem is tudnék kiemelni egyet sem a mai ünnepségnek. Már reggel 8 órakor az evangélikus temetőbe, ez is a hagyomány része, Borbé József sírjánál, akkori a forradalomban élő evangélikus lelkész sírjánál kezdjük ezt a napot. Aradi András esperetes úrnak a szavaival, évről évre így van ez. Már attól kezdve egészen a befejező pillanatokig, amikor kijövünk és együtt helyezzük el az emlékezés szalagjait és koszorúit Pence Mór honvédtáborok sírjánál. Az egész nap olyan felemelő volt és olyan jó érzéssel töltött el, hogy nagyon sok fiatal közösen együtt tudtunk ünnepelni. És természetesen az is büszkévé tesz, hogy ma már egy olyan méltó környezetben tudtuk ezt megtenni itt a Kálvária dombon, ami nagyon sokáig nem volt így, hiszen felújításra kerülhetett Magyarország kormányának segítségével és támogatásával az Ermel Vonics kápolna, és nem csak maga a kápolna, hanem annak környezete is megújulhatott. A Pence Mór honvédtábornoknak a sírja és a környező Pécsen sírok is ennek a felújításnak a részesei voltak. Úgyhogy örömmel és büszkeséggel állok itt a kamera előtt, és bízom benne, hogy a jövőben is ilyen közössége lesz városunknak, hogy együtt tudunk így ünnepelni. Március 15-i városi ünnepség összefoglalója után tekintsünk vissza, hogy a családokat milyen rendezvényre invitálta a művelődési központ, ahol együtt készülhettek nemzeti ünnepünkre.
Ölföl Vitézek hívószót kapta, az a családi délután, amelyel a Vörösmarty Művelődési Központ várta az érdeklődőket. A lelkesedésen kívül semmi egyébre nem volt szükség, ez pedig egyáltalán nem hiányzott a megjelentekből. Március 15-ére készültünk mi is a Művelődési Központtal, és ez alkalomból egy családi délutánt terveztünk. Gyerektáncház van nálunk, és gyermekeknek kézműves foglalkozás. Leginkább a családosok, de azon belül ugye a fiatalabb, kisebb korosztály, tehát tényleg 3-tól 8-9 évesekig próbáltuk megcélozni a közönségünket, vagy hát igazából a közösséget, hogy ezáltal is hangolódjunk együtt a március 15-ére. Lehet nálunk fotózkodni is, van egy kis fotósarkunk, ott van egy katona, valami, akit Laninak becéztünk, vagy neveztünk el, és van egy menyecskénk, akit pedig Julinak neveztünk el. Itt a gyerekek nagyon észrevették az elején, és jöttek ide egyből fotózkodni, és öt helyszínen, öt asztalnál történik a kézműves foglalkozás. Lehet pártát készíteni, huszárcsákot, tulipánt, lovacskát, nemzeti szallaggal, és gyakorlatilag lehet még ilyen kis huszárt is készíteni szalvétából, tehát igyekeztünk olyan eszközöket használni, amit gyerekek is szívesen használnak, és kézügyességüknek megfelelő. Közben folyamatosan mondjuk nekik, hogy március 15-e miatt vagyunk itt, és az, hogy mindegyikünknél gyakorlatilag olyan színek is vannak, ami a magyarságunkhoz köthető, tehát a piros, fehér, zöld színek, tehát ezáltal próbáljuk közelebb vinni őket, és közben pedig mondjuk is nekik, hogy éppen miért huszárt, vagy miért pártával foglalkoznak, vagy miért éppen lovacskát készítenek. Megmondom őszintén, hogy nagyon sokan vagyunk, szerintem közel 100-120 fő, itt a mellettünk lévő részen ugye meg a gyerektáncház van, nagyon nagy az érdeklődés, nagyon örülünk ennek, és mi úgy érezzük, hogy azáltal, hogy ők itt vannak, már a családok eleve mondták is nekik otthon, hogy gyakorlatilag miért is látogatják a Művelődési Központot a mai napon. A legkisebbek is könnyen felvették a ritmust a nekik szóló táncház alkalmával. A szervezők ügyeltek rá, hogy a délután folyamán mindenki megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, így a táncház is korcsoportos bontásban szólította meg az ifjúságot. A mai táncházunknak a címe az, hogy Felfel Vitézek, tehát valóban egy ráhangolódás a nemzeti ünnepünkre, és ennek az apropóján lesz egy olyan táncházunk, amiben az egész kicsiket is megszólítjuk egy kis játékokkal, illetve nagyobbakat is igyekszünk majd bevonni egy kis hősről emlékezés, egy kis kardon, egy kis táncos játékkal. A létező legegyszerűbb lépésekkel, egy kis bokarugó, egy kis térdrugó, egy kis sarokkirúgás. Igazából nem is a tánc lesz maga hangsúly, az, hogy hangot hozzunk a gyerekeknek, hogy énekeljünk, hogy átéljük ezt azt a dolgot, amit én nagyon fontosnak tartok, ezt a nemzeti öntudatot. Szerintem erre nekik tudatot van igényük. Ők ezt akarják, ők még olyan picik, ők még keresik a világot, most fedik fel a világot, és ha már megszokják, hogy a világban van olyan, hogy magyarság, magyar ünnep, akkor ez nekik természetessé válik. A gyerekek örömmel ragadtak kezükbe ollót, ragasztót, hogy az útmutatást követően saját maguk készítsék el a március 15-éhez köthető dekorációkat. Én már tulipánt csináltam, és olyan nem tudom, hogy micsodát az a huszár, vagy nem tudom mi az, és most csinálom ezt a fejdíszt. És tudsz valamit március 15-éről? Hát, hogy akkor volt a forradalom. A szülők hálás szívvel fogadják az e fajta rendezvényeket, ahol gyermekükkel játékos formában ismerkedhetnek a történelem egy kis szeretkéjével. Ez hozzátartozik a gyerekneveléshez, vagy a gyereknevelés hétköznapjaihoz, hiszen mi is ugyanúgy hallottuk a szüleinktől. Meg hát igaz lehel. És jövő héten az óvodába is kell vinni kokárdát, és Percel Mór sírjához fognak elmenni, és amikor annyi idős voltam, mint a lehel, hát ez már a múlt évezredben volt, akkor nálunk is ez volt az óvodábra program ilyenkor Bonyhádon. Itt rengeteg minden kötődik itt a 48-as forradalomhoz. És
Hát jó dolog, hogy egy ilyen rendezvény van a városban. A program, amely kellemes pillanatokon keresztül csempészett történelmi tudást a gyerekek napjába, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által kiírt Csóri Sándor alapból valósult meg. A 32. Országos Táncművészeti Fesztiválról három első, egy második és egy harmadik helyezéssel tértek haza a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. A paksi elődöntőre kevesebb ideje volt felkészülni a növendékeknek, mint ahogy azzal eredetileg számoltak, de a sikerek még így sem maradtak el. A Budapesten megrendezésre kerülő országos döntőbe jutottak a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola táncosai, akik Pakson mérettették meg magukat a hónap elején. A Táncpedagógusok Országos Szövetségének szervezésében indult a rendezvény. Ez a 32. Országos Táncművészeti Fesztivál, ennek az elődöntője volt Pakson március 4-én, és hát nagyon jó eredménnyel szerepeltek a csapataink. Igyekszünk ott lenni minden évben, hiszen ez egy olyan szakmai fórum, aminél úgy gondolom, hogy muszáj részt venni, illetve látni azt, hogy hogyan fejlődik maga a szakma, illetve a tánc. Úgyhogy ez egy előnyös dolog, valamint a zsűritől kapunk egy visszajelzést, hogy amit csinálunk, azt hogy csináljunk, mind változtassunk, jó irányba megyünk-e, tehát ez számunkra egy fontos szakmai segítség a verseny, a gyerekeknek pedig egy megmérettetés, és egy izgalmas sztori, hogy ők részt vehetnek egy versenyen, és hát úgy gondolom, hogy ezek szerint sikerült jó munkát végeznünk, mert hoztunk három első helyezést, egy másodikat és egy harmadik helyezést. Gyakorlatilag az elődöntő Szekszárdon lett volna március 25-én, csak hát ott nem sikerült igazándiból a szövetségnek megegyezni a művelődési központtal, így kénytelenek voltak új helyszínt keresni, és ez lett Paks, viszont ott csak három héttel korábbi időpontot kaptak, tehát ez egy hatalmas érvágás volt, hogy három hét a felkészülési időből gyakorlatilag elmaradt, és hát így nagyon-nagyon nagy roham munkába készültünk. Mert ugye ez nem csak annyiból áll, hogy táncot tanítunk, hanem ott azért kell előtte zenét választani, az is rengeteg keresgélés, mire egy megfelelő zenét találunk, hiszen itt azért életkornak megfelelően is kell válogatni, táncstílusnak megfelelően is kell választani zenét, és utána jön az, hogy a maga koreográfia, annak a betanítása, annak a megalapozása, az is sok idő, azért még hétvégét is kénytelenek voltunk belevenni, hogy végezzünk mindennel. És a harmadik dolog az, hogy hát a lányok miben fognak, illetve fiúk miben fognak fellépni. Ez egy ilyenkor egy nagy kérdés, és szerencsénkre van egy nagyon ügyes varrónőnk, aki segítség, nem egyedül kell megoldani a stylist feladatát, tehát hogy kitaláljuk a ruhát, anyagot beszerezni, méretet vetetni, megvarratni, tehát hogy rengeteg ilyen szervezési feladat van, és akkor természetesen az utazás, szülői kapcsolattartás és mindenféle. És hát akkor innen jön az, hogy elkészüljön a koreográfia, és akkor ott derül ki gyakorlatilag a versenyen, hogy valójában jót csináltunk-e, vagy nem, de hogy elfogadható-e, vagy nem, hogy értékeli a zsűri szakmai szemmel, és hát úgy tűnik, hogy azért jó úton haladunk. A koreográfia összeállítása során több szempontot is szem előtt tartanak. Szóló vagy duett, akkor mindenképpen fontos a táncosok személyisége. Tehát, hogyha kiválasztunk egy táncost, akkor nyilvánvalóan az ő adottságaira, személyiségére próbálunk választani zenét és mondandót a koreográfiában. A többi a csoportos koreográfiáknál nem feltétlenül, tehát ott is azért muszáj ismerni a csoportot, hogy milyen a dinamikája, milyen típusú zenékre, táncokra tudnának ők jobban mozdulni, és akkor így, tehát ez egy elég sokoldalú dolog, aminek az embernek utána kell nézni, hogy stimmeljen a zene, a koreográfia, a csoport, a gyerekek összetétele.
Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, én úgy gondolom, ahogy hallgattam a kollégákat itt az elődöntőn, mert hogy ugye ez a mostani helyzet anyagilag nem minden iskolát támogattak, nem mindenkinek sikerült, úgyhogy nekünk szerencsénk van ebből a szempontból, mert nagyon támogatók az intézmény vezetői, a tankerület, a Tamási tankerület is támogatta a versenyt, hiszen a nevezési díjak azok ilyen közel 100 000 forintba kerültek, plusz még tagsági díj és egyéb dolgokat, amiket állt a tankerület, és hát ezt, hogyha a szülőknek kellett volna szintén fizetni, azért az elég sok lett volna számukra is. Úgyhogy reméljük, hogy a döntőben is támogatni fogja majd a csoportjainkat. Köszönöm a szülőknek, és a kolléganő nevében is mondhatom a szülők hozzáállását, hiszen nélkülük, az ő áldozatvállalások nélkül ez azért nem jöhetett volna létre. A táncosok másik felkészítő tanára csupán fél éve oktatja a Bonyhádi Intézmény nebulóit. Ismerkedős szezonban vagyunk most, úgyhogy nagyon nehéz volt a felkészülés, hiszen március elején kellett az elődöntőre mennünk, és a március 25-i elődöntő helyett 3 héttel korábban volt a versenyünk. Február elején tudtuk meg sajnos, hogy máshogy alakul a versenyünk, ezért hétvégi próbákat is próbáltunk betenni, plusz próbákat, de nagyon kedvesek voltak a szülők, és nagyon együttműködőek voltak, illetve a gyerekek is ilyenkor jobban oda teszik magukat, úgyhogy ezt nagyon jól abszolváltuk. Nagyon nagy segítség az itt Bonyhádon, hogy a színpadi próbát a Vörös Marti Mihály Művelődési Házba tudtuk megtenni, ezért a tánc teremből kiszakadva már egy más közegben vannak, illetve ők már nagyon jól feltalálják magukat az ilyen versenyközegekben, mert régebb óta járnak. Nagyon fölkészítjük őket arra, hogy egy más közegben vannak, hogy kell ott viselkedni, szóval, hogy abszolút beszélünk erről, illetve nagyon szeretnek más gyerekeket is látni, illetve motiválódnak ebből. A döntőre készülünk, a nagyoknak április 15-én lesz egy hónap múlva, úgyhogy nagyon nagy felkészülési idő van, illetve a kisebbeknek májusban lesz a két döntő, illetve megyünk még egy regionális versenyre. Mindannyian abban bíznak, hogy az országos döntőről is hasonló szép eredményekkel térnek majd haza. A 21. alkalommal megrendezett amatőr teremlabdarúgó torna hosszú éveken át a március 15-e kupa nevet viselte. Idén azonban sajnálatos módon kiegészült Kovács Matyi emléktornával, miután az egykori szervező a közelmúltban elhunyt. Az idei torna így sajnos immár a korábbi szervezőnek állított emléket. A megmérettetésre 16 amatőr csapat jelentkezett. Bonyhádon már több évtizedes hagyománya van annak a focikupának, amelyet egy tragédia miatt újra gondoltak a szervezők. A torna alapítója már az égi futballpályán szervezi a mérkőzéseket. Matyi az elmúlt hónapban tragikus hirtelenséggel távozott a világról, így úgy döntöttek, hogy a március 15-i kupa ezután Kovács Matyi emléktorna nevet is viseli majd. Az amatőr sportversenyre 16 csapat nevezett, akik kokárdát ugyan nem tűztek, hiszen a focipályán a szúros kiegészítőknek nincs helye, de a szabadságharc hősei előtt azért ők is tisztelektek. A sportcsarnokban nem volt megállás, a csapatok folyamatosan váltották egymást a pályán. Mindenki arra törekedett, hogy a lehető legjobb formáját hozza ki magából, amíg a bőrt rúgják. Alapvetően több településről verődtünk össze, azért fontos nekünk kiemelten, mert mi vagyunk ugye a Matyi FC, és ugye a Kovács Matyi emléktorna is többek között, ez a március 15-i torna. Azért fontos nekünk, mert mind ismertük a Matyit, barátunk volt, szerettük, és hát szeretnénk érte is, meg egymásért is egy picit így jól érezni magunkat, párosítva azzal, hogy mondjuk valamilyen kiemelkedő eredményt érünk el. Azt gondolom alapvetően egy olyan torna, ami ténylegesen több évtizedes múltra tekint vissza, már önmagában egy elég nagy presztízs kérdés, így meg főként ugye van egy plusz motiváció, szerintem több csapatnál is ugye Matyit sokan szerették és ismerték. Azt gondolom, egy picit érte is mindenki játszik ma, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz majd, és biztos vagyok benne azért, hogy nem lesz a könnyű meccsek, lesz egy kis feszültség, de hát azt gondolom, hogy a sportban ez egy pozitív dolog, és pozitívan is el tud sülni. Kovács Matyit sokan szerették, sok kedves pillanatot idéztek fel vele kapcsolatban a kupa alkalmával. A Matyi FC tagjai is úgy gondolták, a torna méltó megemlékezés a népszerű sportemberről, aki rajongott a futballért. Matyi,
életvidám, pozitív, jó humorérzékű és egy nagyon jó ember. A Hidas Meszt öltött csapat előszeretettel sporttal együtt egy jó kikapcsolódási formának tartják a futballozást. Heten jöttünk, miért jöttünk? Kuni csapatkapitányunk beszervezte egy baráti társaságot. Most vagyunk először így együtt, úgyhogy örülünk a meghívásnak. Szerintem csapatkovácsoló, összehozza a társaságot igazából. Mégis van egy kis tétje, de nem olyan véresen kell komolyan venni. Szerintem ez egy jó szombati program. Kicsit mozgunk, sok bezártság után az jót tesz a home office után kicsit. A Kovács Matyi emléktornán kiemelkedő nevezés mellett 16 csapat igyekezett elhódítani a vándorserleget, ami mellett még több kupa és serleg is várt a legjobbakra. Hatalmas megtiszteltetés érte Bonyhád városát, így fogalmazott Filóné Ferenc Ibolya, amikor kiderült, hogy a magyar kormány történelmi emlékhelyé nyilvánította Percel Mór honvédtábornok szülőházát, a 2021-ben felújított Percel kúriát. A percelek 1743-tól voltak Bonyhád részbirtokosai. A család több ágra szakadásával egyre több kúriát építettek a gyorsan fejlődő Bonyhádon is. Az első uradalmi központ a mai Percel utca 7-9-11-es szám környékén jöhetett létre. A 11-es számú ház az úgynevezett Bós ház, 1741-es évszámú téglákat is tartalmaz. A 7-es számú a 19. század második feléből származó ház homlokzatán ma is a Percel címert láthatjuk. Önök Bonyhádi Napló című műsorunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!